szóval ez most egy unboxing, egy igazi unboxing. Egy Canon Fix 50-es obi. Ezzel kezdem, mert ez a gyengébb vagy kulcsibb termék. Hát nem hoztam a vlog setupot, szóval csak most így belenézek. Szép van már nyilván. Egyébként azért csomagolom most itt ki, mivel hogyha leáfázom, akkor a határon kell kicsomagolni, az pedig olyan kellemetlen, amikor a határon, a határőr ott áll mellett, és úgy unboxingolsz, és akkor inkább egy kávézóba így külső hangokkal, ez több kellemetlen, de jó van. Na és járt a nagyja. Szóval ezt a fejhallgatót már meg szerettem volna venni még tavasszal, de akkor feketét rendeltem be, és kipróbáltam, nézegettem, fogdostam, és valahogy nem jött be annyira. És többen is azt mondták, inkább a fehéret vegyem, hát akkor inkább berendeltem fehér, vagy inkább ezüstnek mondanám. Először is, amit tudni kell erről a fejhallgatóról, ez egy prémium fejhallgató nagyon. Szép kis tok. Fú. Tényleg jobban néz ki ez az ezüstös. Szóval kipróbáltam, bekapcsoltam, és így a külsőleg semmi nem hallatszódik, annyira jó a zajszűrése. Itt nagyon picit hallatszódik azért, hogy szól van a zene, meg a hangomat hallom, de tényleg, ahogy a testvérem mondja, mint az űrben lennél. És a zenét elindítottat, az nagyon durva. Oké, akkor így most 24 órával később jöhet az AirPods VS Bose összehasonlító videó. Ez nem az lesz. Elmondom azért a véleményem erről, és elmondom arról. De kezdjük a legelejéről. Az én fejhallgató történelmem. Legelső fejhallgatóm egy Sennheiser HD202-es volt, ami jelenleg, ez most kezdett el így látszik, így most így foszladozni, szétesni. Hát elég csúnya, de a hang az még mindig megvan, és ó, de furcsa így felrakni olyan ez a fejhallgató után. Ne, le is veszem, semmi zajszűrés, Szóval kb. 8 évig használtam ezt a fejhallgatót, egy csomó helyen, egy csomó időben, egy csomó helyzetben kisegített, és nagyon-nagyon jó volt, és persze továbbra se dobom el, jól, kb. Egy kicsit össze-vissza van gányolva, mivel tényleg minek 2 méter kábelre, bőven elég lett volna az 1 méter is, és így valamennyire karban lehetett volna tartani, de most már kábel nélkül vagyok, és térjünk vissza a Bose-ra. Ez még mindig annyira prémium érzés így kinyitni, egyszerűen kipattintani, és nincs semmi kábel, azért most így kicsit könnyebben mozgok. Annyival kényelmesebb, és egyszerűen tapad a fejemre, még most egyáltalán nincs bekapcsolva, de mikor bekapcsolom, először figyelj, bekapcsolom, és itt bemondja, hogy megnyi az aksi, és hogy hozzákapcsolódott az iPhone-omhoz, és egyszer csak megmutatom, mit hallok. Hallom a hangomat, de annyira ezeket a úgymond, ami jelenleg itt megy az irodában, a NAS, meg a DVR, ami így csörög nekem, vagy kint esik az eső, ez egész eltűnik, és csak a hangomat hallom. Zenénél pedig most, hát figyelj, nem fogom megmutatni, hogy hogy működik most zenénél, mert, és így rakni ide a mikrofonra, mivel zenénél el tudod képzelni, hogy ennek egy olyan hangzása van, hogy tökéletes, nincs itt mit beszélni róla, és így most levéve tényleg olyan, mintha visszajöttem volna az űrből, és így csörög a NAS, csörög minden körülöttem. A hosszú távon ez a fejhallgató repülőutakra, meg az ilyenekre, ezzel azért biztos sokkal jobb lesz, mint az AirPods-szal. Ez lenne az én jelenlegi fejhallgató történelmem. Ja, nem is mondtam végig.
A fejhallgató történelmem. Szóval volt az az első fejhallgató. Azelőtt biztos voltak az ilyen MP3-as korszakoknál, ilyen különböző ilyen no-name akármik. Aztán persze jöttek az iPhone-okhoz, azok így a mosásnál úgy eltűntek, mert úgy kétszer-kétszer kimostam, aztán a hangok ilyen recsegő-ricsegők lettek, vagy nem is tudom, ja, ilyesmi. Szóval ezután jött ez a HD 202-es, ami megint csak még mindig tökéletes, de azért kábel, meg minden, meg már az iPhone 8-ben nem lehet bedugni, és ezért meg kellett lépni ezt a döntést.